Szeretném, ha játszanánk, Ray. Én nem szeretnék játszani. Na, léci. Nem. Mondom, tessék játszani, Raymond. Jó. Csodás! Képzelj magad elé egy szereplőt. A főnöködet, Mickey Pearson-t. Túl okos vagy, hogy megzsarolj minket, Fletcher. Én Mary Jane-nel bizniszelek. A te mérged ellenben, amióta világ a világ, életeket rombol szét. Le vagy maradva. És volna számodra egy ajánlatom. Engem nem tudsz megvenni. A sztori kezd eldurvulni. A mellékszereplőkről még nem tudok nyilatkozni, de a főszereplőnk az egy éhes vadállat. Meglehetősen sok pénz forog kockán. Az antihősünknek bedurran az agya, és szép kis tűzijátékba lesz, amivel háborút robbant ki. Ezt látnod kell, félnök. Ez az egyik farma. Hogy találták meg? Utána kérdezek. A neve Fahasz. FH-val írva, szóval nem szimpla fasz. Kérem! Jól van, Fahasz, nyugodjál le! A fahaszba. Ha füstszagot érzel, az azt jelenti, hogy tűz van. És minél gyorsabban el kell oltanod. Ezek mindent el fognak takarítani. Téged is beleértve. Az őserdőben az oroszlán csak úgy marad életben, ha nem játssza a királyt, hanem ő a király. Oh. Zseniális! Kezd felforrósodni a hangulat, nem? Ebben a dzsungelben egy szabály van, ha az oroszlán éhes, eszik. Nyáv. Úri emberek. Egy társunk balesetet szenvedett. Szóval megölted? Nem, a gravitáció ölte meg. Öcsém! A telefonokat! Baszki! Hamarosan a mozikban.